Üdvözöllek, kedves utazó, a rejtélyes ér melléken, a termálvízű strandok, a borospincék, Keszekusza utcáin, a kúriák, tájházak és kastélyok, a finom borok és pálinkák hazájában. Üdvözöllek Párcium szellemiségének bölcsőjében, ahol Kazinci, Kölcsei és Adi is született, emléküket emlékházak őriznek meg az utókornak. Engedjétek meg, hogy bemutassam nektek ezt a felfedezetlen földet, amelyet sok ezren otthonuknak neveznek, sokan már generációk óta. Ha a fáradt utazó meg szeretne pihenni, Nagykágyán és a környező településeken ezt megteheti. Nagykágyán akár nagy létszámú csoportok fogadására is lehetőség van. Innen kiindulva meglátogathatóak a környező termálstrandok. Egy 10 kilométeres körzetben nem kevesebb, mint 3 termálvízű fürdő várja a kedves utazót, egy Székelyhídon és 2 hegyköz Szent Miklóson. Aki szeretne az úszásnak több időt szentelni, az megteheti a nem olyan rég átadott, modern székelyhídi úszodában. Aki az állatok közelségét szeretné élvezni, annak az Érköbölkúti lovardában, vagy a hegyköz Szent Miklósi Libalend állatsimogatóban erre lehetősége nyílik. A kerékpározók számára is van bőven mit nyújtani, hiszen aszfaltozott, illetve tereputakon bebarangolható az egész csodás érmellék. A halászat szerelmeseinek is van itt lehetőségük kiélni szenvedélyüket, több halásztó is fellelhető a környéken, Érolaszi szélén és Asszonyvásár határában. Ha az ideérkező a kultúra oltárán szeretne áldozni, több kastélyt is megcsodálhat itt nálunk, mint a diószegi Zicsi kastély, amely ma múzeumként is működik, állandó és ideiglenes kiállításaival, a nagykágyai Pongrácz kastély, amelynek egy még fennmaradó angol parkját és látványos kápolnáját is meg lehet csodálni. Gálos Petriben megtekinthető egy magánkézen lévő, felújított és ízlésesen berendezett tájház és egy középnemesi kúria. Érsemjénben megtekinthető a Kazinci Ferenc, Fráter Lóránd és Csiha Kálmán emlékmúzeum, valamint érkörtvélyesen a falu múzeum. Ottományban a komáromi főnemesi kúria látogatható, amely szintén múzeumként működik, illetve rendelkezik egy szépen felújított, különleges pincével és kalandparkkal. Érszalacson, az Ezer pince falujában nem csak több száz éves pincéket lehet meglátogatni, hanem borkóstoláson is részt lehet venni, ugyancsak itt még megtekinthető egy kitűnő állapotban megőrzött zsellérház is. Ugyancsak Szalacson meglátogatható a Hortobágyi 9-lyukú híd kistestvére, a 4-lyukú híd. Tarcsa és Gálos Petri határában több hektáros területen vissza lett állítva az érmellék eredeti mocsaras tája, ami igazi természeti kincsnek tekinthető. Székelyhídon járva pincelátogatásokon és borkóstolókon is részt lehet venni, prémium borok és pálinkák tömkelege várja az ide látogatót. A gasztronómiai élvezeteknek a környékbeli éttermekben lehet hódolni, ha a lelket szeretnénk táplálni, több felekezetnek a templomai is fellelhetők. De ha csak sétálni vagy kikapcsolódni szeretne az ide látogató, akkor is a legjobb helyre jön, mert a csend az egyik legnagyobb kincse az érmelléknek. Fedezd fel a rejtélyes és értékes érmelléket, további információkért írj bátran a rejtélyes.érmellék@gmail.com e-mail címre.